Teltház fogadta Miszlai Józsefet, a tanár urat Dombováron a műfázban. A nyugdíjas testnevelőt, edzőt az is ismeri a városban, aki sosem volt az óráin. A testnevelő tanári pálya, ez életcélom volt, hivatásnak tekintettem, mivel olyan testnevelő tanárok tanítottak, serdülő koromtól középiskolás koromig, hogy felnéztem rájuk, és egy életmintát adtak. Először nem vettek fel a testnevelési főiskolára, és így, mivel Pannonhalmára Bencés gimnáziumba érettségiztem, 1964-ben. Annak ellenére, hogy Győr-Sopron megye összetett bajnoka voltam szertornából. Minisztériumi fellebezéssel felvettek a Pécsi Tanárképző Főiskolára levelező tagozatra 17,5 ponttal szeptember végén. De ezt annak köszönhetem, volt egy pótfelvételi az zalaegerszegi kihelyezett tagozatra, oda se vettek föl különben, csak a minisztériumi fellebezés révén sikerült, mivel a fellebezésem a minisztériumban egy volt Kőszegi Bencés diák kezébe került. Ennek köszönhetem, hogy sikerült bekerülnem, még évet se vesztettem. Elvégeztem a tanárképző főiskolát, közben képesítés nélkül tanítottam kurdon, és a kurdi általános iskolának nagyon sokat köszönhetek, az lökött rá a testnevelői pályára, és úgy éreztem, hogy itt a helyem. Mikor elvégeztem 1968-ban, nem volt mögöttem a Pannonhalmi Bencés gimnáziumi pecsét, és akkor már lazult a felvételi rend, mivel egyházi gimnáziumokból nagyon nehéz volt pedagógusnak bekerülni abba az időbe. Ezután jelentkezett a testnevelési főiskolára, ahol 18 jelentkező közül 5 főt vettek föl, köztük őt is. 1972-ben végeztem, felcsillant a lehetőség, hogy nappalira menjek másodévre, vagy levelezőre menjek harmadévre. De akkor már Dombováron voltam, 1968-69-ben. És itt tanítottam Új-Dombováron 9 évet, tehát kurd, Új-Dombovár. Óriási előnyöm volt, hogy olyan szakmai tekintélyek vettek körül, mint Bodai József, hihetetlen szakmai tudással rendelkezett, és Karász Imre, itt volt Dombováron, a volt testnevelő tanárom az egyik példaképen. 9 évet tanítottam Új-Dombováron, és 1977-ben kerültem az Apáczai Cseré János szakközépiskolába, ahol Krisztusi kort 33 évet tanítottam. Szerettem tanítani nagyon, mivel fiúgimnáziumba jártam, át tudtam érezni a fiúknak a mozgás iránti vágyát és csibészségét is, pozitív jelve csibészségét. Nagyon nagy öröm volt számomra, amikor többen jelezték, hogy testnevelő tanárok szeretnének lenni az életutamot tekintve. Ugyanis a tanítás mellett, ami mindig a fő célom volt, a testnevelés órák tervszerű, pontos megtartása, a diákok látták azt, hogy kim van a táblán, minden osztályteremben a tantervi követelmények, hogy azt be kell vasalni. És azt a legszerényebb képességű tanuló is közepes szinten el tudta sajátítani, mivel készségtantárgyról van szó. A tanítás mellett ekkor került bele az edzősködés világába. Mivel a szertornát Új-Dombováron csináltam, végeztem, nagyon magas szinten serdülő első és másodosztályú gyakorlatokkal. De 1977-ben beláttam, hogy a középiskolában lehetetlen elkezdeni, egyrészt a biztosító berendezések hiánya miatt, szivacs, gödör, meg egyéb más, és közben már Új-Dombovári koromban is a tornaedzés mellett versenyszerűen kézilabdáztam. Az MB2-es csapatnak később én lettem az edzője, a Dombovári kesztyűgyárnait 1977-ben. Az Apáczai Szakközépiskolában 33 év alatt a középiskolás bajnokságokban kézilabdával a Csőrös Pista kollégámmal Szekszárdi 505-ösben tanított élet-halálharcot vívtunk sokszor. 1982-től 2002-ig a megye csúcspontján voltunk, hol első, hol második helyezést értünk el, és országos elődöntőbe és döntőkbe kerültünk. Atlétikából, mivel alapsportág, megrendezve házi versenyeket,
támaszkodva a dombovári atlétika sportra, ahol két kollégám, Tarimre és Fazekas Gáspár minőségi munkát végeztek, és akik bejöttek hozzánk, mint tanulók, azokat versenyeztetve, plusz hozzátéve az iskolai tehetségeket, azokat mindig elvittük atlétika versenyre, és országos döntőkig jutottak azok is. Tehát torna, kézilabda, atlétika, és közben jött 90-es években kosárlabda. Történt az, hogy a kosárlabdával nagyon jó utánpótlás nevelést kaptunk. A Dombováron széles hagyománya volt a kosárlabdának hosszú múltra visszatekintőleg, és akkor rábeszéltek a kollégák, hogy induljunk el abba is. És sikerült hosszas évek küzdelme alapján eljutni országos elődöntő döntőig. Ott voltunk háromszor országos döntőbe, 6., 8. és 5. helyezést értünk el. Miszlay József a beszélgetés során azt is elmondta, hogy mi a hosszú élet titka. Visszatérve erre, ezekre az évekre, azért hál' Istennek nagy örömmel tölt el az, hogy megértem ezt a 77. évet fogom betölteni június 4-én Trianon napján. Számomra egyrészt a, nem a gyász, de a szomorú történelmi évszaka, de az én születés éve is a június 4-e. És én bízom benne, hogy a mai napig, hogy kosarazok a gyerekekkel, kollégákkal. 77 éves koromra, 50 évvel fiatalabb kollégákkal kosarazok egy héten, egy alkalommal az Illyes Gyula Gimnázium torna termébe. És ez hosszú évekig remélem még éltet. Miszlay József a kitüntetései mellé 2023. április 1-én Dombóvár városhivatásának 53. évfordulóján a Dombóvár díszpolgára címet is átvehet.